I'm alone in my house. Sziasztok! A héten mutatták be a Csillag születik című zenés filmet, mely nem azonos a kereskedelmi tévén futott tehetségkutató műsorral, szerencsére. Magát a történetet már korábban is láthattuk, ez a harmadik feldolgozása, egyfajta remake-ről beszélhettünk tehát, viszont ez ne ijesszen el senkit, mint ahogy az sem, hogy anno Clint Eastwood kiszállt a készülő produkcióból, ahogy Beyoncé is, helyette ugye Bradley Cooper rendezte meg, ez az első rendezése, sztárnak pedig női oldalról jött Lady Gaga. Hogy milyen lett volna az Eastwood verzió, azt már sose tudjuk meg, arra azonban választ kaphatunk, hogy érdemes volt-e harmadszor is elővenni ezt a sztorit, és hogy Cooper hogy boldogult vele. Hát nézzük is ezt meg. Az alapsztori szerint egykori sztár, zenei csillag, Jackson Maine tündöklése kezd fakulni, az italozás, a turnék megkoptatták már régi fényét, mondjuk úgy az ő csillaga már leáldozóban van, ám egy nap megismerkedik egy kedves, fiatal, naív lánykával, akiben meglátja a tehetséget, egymásba is szeretnek, a románc bimbózik, egy darabig. A férfi támogatja szerelmét, viszonyuk azonban nehézségekbe ütközik, ugyanis még a férfi leszálló ágra kerül, a lány karrierje nem várt magaslatokba törik, emiatt pedig lehet, hogy eltávolodnak egymástól. Most azért hallatszik az alapból is, hogy egy romantikus drámával van ám dolgunk, viszont így előjáróba le is szögezném, nem is húzom az időt, hogy abból egy kifejezetten jó darabbal. Cooper rendezői debütálása nagyon jó sikerült, nem hittem volna, hogy a színész rendezői babírokra szeretne törni, de végül is, hogyha ilyen alkotásokat produkál majd továbbra is, azt mondom, hogy üdvözlöm Mr. Cooper a direktorok sorában. Finom, érzékeny és hiteles filmet hozott tető alá, színészvezetésben pedig szintén jeleskedett. Oké, elsősorban ugye magát kellett instruálnia, amire mindjárt külön ki is térek, ám Lady Gagából is olyat hozott ki, melyről én személy szerint nem hittem volna, hogy színészileg benne van. Nyilván ez az én szegénységi bizonyítványom. Meg hát ugye nyilván ez Lady Gaga dicsérete is, félre ne értsétek, de nagyjából minden szereplőről el lehet mondani ezt, talán a drámaiság egy-két helyen kibicsaklik, ez inkább forgatókönyvírói kérdés, ezek apró kis döccenések számomra, ezek inkább Cooper és a testvérét játszó Sam Elliott kapcsolatában voltak tetten érhetők, de pár jelenet például a Grammy Gála, stb. Egy picit kilógott nekem a sorból, ugyanis nagyon hiteles és reális a film, így alapjában összességében, mégis egy-két mozdanatában nem éreztem ezt, vagy túlzó volt, vagy egy picit összecsapott, picit hiteltelen, és ez a realizmus sorából kicsit kijött számomra. De mondom, ezek apróságok. A nagyzoló apától kezdve a meleg baráton át a pénzéhes menedzserig, tényleg mindenki helyén van, mindenki karaktere helyén van, Cooper és Gaga kettőse pedig szintén sikeres, a kémia működik köztük, egy cuki párt alkotnak így vásznon, elhiszem drámájukat. Na de akkor külön kitérek Cooperre. Természetesen az ő karaktere borzasztó hálás, mégiscsak egy iszákos, mizantróp, életunt, lecsúszott művészt alakít, szóval azért ez egy jó szerep, de őszintén Bradley Cooper tökéletesen belebújik ebbe a karakterbe. Minden egyes nézését, gesztusát elhiszed, nem is Coopert látod, hanem a lecsúszott énekest, az iszákos énekest. Én Oscar jelölést vizionálok neki, de egyébként akár a rendezés is hozhat neki egy nomináció szerintem. A film is megérdemelné talán, plusz hát ugye a betétdal, ugyanis zenés filmről van szó, zenészekkel, a zene hát központi elem, és hát szerintem a betétdal is egy jelölés várományos. Na és akkor még egy Cooper dicséret, ugye ha már zenénél tartunk, zeneszerzőként és énekesként is van tehetsége a csávónak, nem is kicsi. Persze, ahogy színészetben ő van magasabban Lady Gagánál, azért azt el kell is menni, hogy zeneiségben azért Gaga van feljebb. De ez nem számít, egyszerűen felhúzzák egymást minden szempontból, és ebben is tökéletes összhangban működnek, és szuper darabot énekelnek végig nagyon jól. Viszonylag hosszú játékidővel bír a darab, 2 óránál több, de egyszerűen szerintem ez észrevehetetlen, nincs egy pillanat sem, amíg leülne, ráadásul ami meglepett, hogy sokszor nagyon humoros és könnyed az alkotás, mondjuk amit már fentebb is írtam, egy-két jelenetnél talán pont ez a túl könnyedsége veszed a drámaiságából néha, tehát mindegy. Nem teljesen 100%-ig tökéletes darab, de azért nagyon közel van hozzá szerintem. Én a magam részéről 9 furaorú, fura vörös parókás lányt adnék a 10-ből az alkotásra. Egy nagyon jó mozizást kívánok mindenkinek, jó filmezést, sziasztok!